Nos, úgy döntöttem, hogy magam számára, fiam ma nem jön be, mert hogy megfázott a Szofi, fájt a torka, aztán otthon marad vele, nem mehet be így az iskolába. Hát nem tudom, hogy mennyi borító jön ki, hát egyet fogok csak megenni. Már hármat ugye megmelegítettem. Most ezt miért kell megmelegíteni, ez a tortillát? Hát nézd meg a különbséget. Tudod? Ezért, hogy ilyen hajlítható legyen. Na most, ha ezt, ugyanezt megcsinálnám ezzel, akkor elszakadna. Azért felszokjuk puhítani. A felpuhítás az mehet a grillen is. Általában ott szokták. Melegítek csilisbabot. Ez konzervba volt, konzervbab. Konzerv... Na. Szóval be van fűszerezve, van be darált hús is természetesen. Nagyon finom mexikói fűszerekkel. És a felmelegítés az csak annyi ideig tart, hogy éppen hogy. Tehát meg ennyi. És már is jó, forró. Pillanat alatt átmelegszik. A grillen ugyanígy rádobod, fordítod és már jó is. Csak annyi, hogy hajlékonnyá váljon. Oké, bezárjuk. Alright. Ezt oda visszük. Most hát az elkészítése rendkívül egyszerű. Na, egyet már betekertem. Tehát kicsit meleg, sajt. Gyerünk. Nagyon egyszerű dolgunk van. Ez ugye még meleg, jó, jó meleg. És hát nem kell túl sokat beletenni. És már is hát mexikói asszonyok ezzel nem sokat szórakoznak, egyszerűen fogja és fölhajtsa. Így. Itt ugyanúgy. Pillanatok alatt csinálják meg. És ennyi. Hát lehetett volna szebb is. Ezt így jobban behajtod. Tehát egyenesebben így, így valahogy. Ja. Na így, így. Ez a normális burító betekerés. Jó, többit elkészítem, aztán az majd ugye majd hónapra a gyerek elviszi. Lehet úgyis csak egy sajtot raksz, úgyis jó. Oké. Okay. Nagyon finom egyébként. Nagyon finom. Kokó ebből nem kap. Lehet belekarik erőset. Rajtad el. Vissza. Igen. És akkor itt egy kicsit kiegyenesítjük. És már is ugye megvan a megoldás. Jó. Ez majd a gyereknek lesz. Holnap elviheti magával a melóba. Egy picit vissza. Majdnem, hogy sok lesz. Nem baj. Sokat ölt elég kicsi a tészta. Ezek most nem a nagy burító tészták, nem a kis fajták. De jó lesz így is. Jó van.
Akkor csak annyi, hogy megmikrozz egy kicsit, és kész. Na most annyit csinálunk, hogy pár csepp olaj, kicsit erősítek a tűzön, felhevítem. Egy pár perc az egész. Mindjárt kész is van. Most, ha itt tovább, most kicsit tovább tárolod így a borítóz, akkor megpuhul a tésztája. Szóval az arra vigyázni kell. Érdemesebb egy kicsit átpirítani, így. És akkor nem lesz olyan puha, vagy pedig lefagyasztani. Ezt már hónapra a gyereknek csinálom. Ebben azt hiszem, én egyet fogok csak megenni. Most a fogyasztás az úgy megy, gyerekek, hogy ahogy akarod. Végül is. De többnyire vagy tejfölt tesznek rá, vagy pedig, mit tudom én, avokádószósz, bármit. Itt van, ott van benne a sajt, megolvadva, tehetsz rá, eheted ezzel, paradicsommal, paradicsomszószal is, cheddar sajttal leszórod. Szóval, éhes vagyok, egy kis habanyérószász. Habanyéro? Nem, ez a tabasco. Volt a másik a habanyéros. És kérem, ennyi az egész. Na, az rovér. Nagyon olyan. Mindjárt mondom. Ez lesózott. Lesózott lilahagyma. Jaj, nem bírok megszólalni. Na, gyerekek, hát körülbelül ennyi. Ez az én reggelim. Aztán megyünk. Mindjárt. Tiszteletem, hölgyek, urak, újra. Délután 3 óra van. Jól látom? Igen, annyi. 4 perc múlva. Kinti hőmérséklet közel 30 fok, meleg. Kutyát előbb kiengedtem, az be is jött. Ez ugye kicsit lapozott, ott egy pár perc, ez bejött. Na, csináltam egy kávét, egészségünkre. Jaj, de jól esik. Na hát szóval az volt a tervem már, hogy elmegyek, ugye, megvenni a szőnyegeket a kocsiba, megveszem a baterit, veszek fagyálót, akkor ablakmosóvizet. Mit tudom én még mit. Ja, baterik a kamerához. Veszek még 2 akkumulátort. Jó van. Leültem a kompjúter elé, és elkezdtem nézni a jelenlegi állást.
mi újság, béketárgyalások, stb. Stb. Megnéztem a... Még egyszer köszönöm a rengeteg beírást, átnéztem őket. Akkor fölraktam a... Azt már láttátok. A tegnapi videót a hugoméknál, hugomnál. Ugye azt láttátok, ruha, itt van valami baj. Csak... Itt. Valami itt nem jó van. Jó van, azt majd eldobjuk ezt a részt. És... Ülök. Mi a picsa van ezzel? Hibásak. Aztán... Ahogy ott ültem, mondom, kicsit hátrálok, relaxálok, és úgy hallgatom a híradót. Szóval annyira relaxáltam, hogy bealudtam. Nagyon kényelmes ám az a szék, hogyha hanyat dősz, és van egy ilyen kis párnám, ott direkt a tarkom alá berakom. Ja. Úgy elaludtam. Aztán fölkeltem, fölébredtem. Na, több mint egy órát. Kicsit meg voltam izzadva. Na, mondom, nekem már nincs kedvem menni sehova. Szóval, tudod mit? Fogtam, bementem a szobába, és aludtam. Két és fél órán még. Csak ma ilyen napom van. Még most sem vagyok teljes résznél. Ilyen lusta napom van. Előjöttem, mondom, elkezdtem csinálni. Mondom, leveszem. Mi az, amit csinálok. Címet már láttátok, ugye? Gyerekek. Ugye mondtam, kaptam szép gombát, mutattam tegnap, aztán mondom, évileg ez lesz az övé, rántva. Mondom, évileg csinálok gombapörköltet, nap, az nem kell, mondja szemét. Nem úgy kezdődött. Mondom neki, hogy jönnek a beírások, gyerekek. Mondom neki, hogy rántott karfiol. Nop. Brokkoli krémleves. Nop. Akkor mi az a pet? Izéjét csináljak már. Ezt akkor kapcsolok. Mondom, van gomba. Ó, mondom. Gomba krémleves. Azt sem. Gomba pörkölt. Nop. Rántott gomba. Azt hagytam utoljára, mert azt utálom a legjobban csinálni. Az jó. De mondom, én gomba pörköltet akarok enni. Hát így aztán most lesz gomba pörkölt is. Meg rántott gomba is. Van elég. Na gyerekek, láttam egy gomba, megnéztem egy pár gomba videót, és láttam egy óriási hibát csinált a hölgy. Elkezdte, ugyanígy levágta a hagymát, és akkor fél órán át dinsztelte, hogy szétmenjen. Aztán van egy nagyon híres magyar youtuber, egy asszony, aki viszont fején találta a szeget,
Ugyanis ő le... Várjál, majd hiszem ő lereszelte a hagymát. Úgyhogy... No, itt van. Na, mert a gomba pörkötnél, hát véleményem szerint, ennyi fokhagyma, véleményem szerint nem kell, hogy a benne legyen a dilip darabok, igaz? A szakba. Úgyhogy... Nagyon olyan lecsapcsapolom az egészet. Majdnem, hogy... Még benne vannak benne nagy darabok. Jó, azért ne legyen csepp folyósa. Hát így. Fordulunk lassan, elnézést érte. Indítsuk a turbinákat. És... Ó. Nem kellett volna még beletegyen. Na mindegy, megoldom másképp. Gyerekek, jönnek a beírások. Mert ez arra van ez a hang. Ez a telefonom csinálja. Egy pillanat. Ja. Egy szalonnával akartam nyitni. Na nézd, még egy kicsit fagyos. Nem baj. Nem is akarom az egészet. Egy ennyit. Yes. Jó, ezt még rakom majd vissza a fagyasztóba. És... Hát szóval... Még egyszer. Akkorát aludtam, mint egy görény. Gyerekek, de jó esett. Úgy látszik, ez a utóbbi két hónap, ez egy kicsit húzós volt, úgy érzem. A szervezet visszakéri, ugye? Nem tudtam aludni túl sokakat. Most már majd visszatér a hagyományos, tehát nappal munka, éjszaka alvás. Általában éjszakás voltam. És úgy látszik, hogy a szervezet azért még kéri azt a egy-két óra nappali alvást. De nem problémáztam rajta, mert nem van időm. Pihenős vagyok. Pihenőnapos. Úgy fogjuk megcsinálni. Ja, igen, ott arra pihenőnapos vagyok. De akkor pihenek. Aztán... De jó volt. Kokó is aludja a gyerekek. Tegnap Kokó úgy elfáradt, ott szórakoztak ezekkel. Három kutyával szórakozott. De zsivány, mert van az egész picike. Ugye a Niki, húgomnak az a apró kis miniatűr kutyája, hát azt áldozan valamiért le akarja nyomni a fejét, vagy mit tudsz. Figyelni kellett rá. Másik kettővel el van. Azokat már ismeri. Aztán... De ugye fáradt, jöttünk haza, már sötét volt este, 9 körül. Kiültünk oda a porcson, beszélgettünk. És... Évi ölébe eladott. Kutya. Úgyhogy... Jó volt, jót kajáltunk, beszélgettünk, el voltunk, láttátok úgy nagyjából a videót, ti is. Köszönöm a beírásokat. Hát érdekes életmód, ugye, vagy? De ott megvan ám nekik mindenük. Most sokan érdeklődnek, hogy legálisan az USA-ba kijutni, és sokaknak elegük van már a hát megértem, én ugyanígy voltam. 92-ben betelt a pohár. Ugye.
Pedig ott akkor még jó helyem is volt, mert NSZK-ba jártam ki. Mercedes, zárt kocsi szekrényű kamion, hát nem kamion volt, teherautó, 8 tonnás. Mint egy nagy busz, ilyen zárt kocsi szekrény. És aztán nem kellett menni, mert nem ment az eladás. Hát alapbért kaptam. Utána volt a hónap, kerestem akkoriban 40 ezer forintot, az marasok volt. Marasok volt az a pénz akkoriban. Jó, hát nekem. Soha életemben nem kerestem annyit Magyarországon, egy hónap alatt. Jó, én azt hiszem, hogy ennél jobban nem sütöm. Hát most mit csináljak most? Megsütöm ebbe, megcsinálom, mert ebbe akartam a gombát, de így is jó lesz. Na. Ezt szerint nem erre vettem ebbe, hanem a rántott gomba sütéséhez. Most látjátok, hogy le van pépesítve a dolog. Vörös hagyma, a lila hagyma, le van pépesítve, és így nem lesznek diribb darabok majd a pörkökbe. És ezt most szépen teljesen ugye ledísztelem, teljesen készre, ugyanis a gombának nem kell sok idő, ugye. Közepes tűz, és akkor hagyjuk, hogy menjen. Amíg az dísztelődik, addig elkezdem megmosni a ami gombákat, amit majd rántani fogok. Rántott gombához, teljesen tisztára, elég koszosak, homokosak. Hát szóval, sokan írják, látják filmjeibet, és hogy hát nagyjából egy ilyen, hát mondjam azt, hogy középosztály, alsó középosztály legyen, mert már ebbe is belekötöttek, hogy azt mondtam, hogy középosztály. Mert ugye akkor a kocsimról, meg sokkal jobb kocsim lenne. Gyerekek, nem ez... Jó, nekem nem azért van ilyen kocsi, mert én nem tudnék másik kocsit venni. Én elmegyek egy óra múlva, idehozok egy vadonat, ugye, hát mondjuk egy óra alatt nem, de... Egy óra... Mit tudom én most, 3 óra múlva egy vadonat új autóval beállítok ide. Higgyétek el, ez igaz. De nekem olyan jó a kreditem is, meg van egy kis suskám is. Szóval nem ezen múlik, hogy milyen autó. Jó, megnézik, meg mit tudom. Vettük mi már új, itt van Évi kocsia is új volt. Szóval, mert hogy a középosztály az kicsit azért az jobban van, meg nem ilyen ház. Meg. Ez a ház azért ilyen, mert én ilyenbe akarok élni. Szóval már rég eladhattam volna. Haszonnal is, már akár úszómedencés házba is laknánk föl, ha meg pláne, hogyha nem jött volna közbe a szívműtétel, az akkor meg egyértelmű. Egy ilyen új lakótelepen vettünk volna egy szép panorámás, mit tudom milyen házat. Egy kis tóparti megoldással, úszómedence, stb. Na mindegy, nem ez a lényeg, de én mégis azt mondom, hogy középosztály. Én oda tartozok. Látom én az amerikaiakat ott. Tudjátok, mennyi szegény ember van? Így jött, hogy olyanok, hogy egész életét rendbe rakta le magyarul albérletbe. Nem jutott egyről a kettőre. Nem olyan egyszerű. Nem egyszerű. És egész élete folyamán nem jutott el oda, hogy vegyen egy házat. Nem jó, millióan. De hát az kicsit forron is kéne, meg kellene egy kicsit többet dolgozni, ugye? Csak hát az fárasztó. És nem könnyű. Pörköltük. Igen. Újabb mutatványon.
Édes paprika, nagyon pici csipős, és a paradicsom. Tehát együtt a paprikába. Paprikát nem akarom sütni. Nem akarom, hogy sütve legyen. Ezt is lecsapkodom. Ezt most már teljesen folyékonyra. Így. Krém lett belőle. Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon meg vagyok elégedve, mint Ferenc József. Minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden meg vagyok elégedve. Mikor segbe dugta, jaj, bocsánat, a színésznőjét. De úgy, hogy gyerekek, az úgy dugta meg a Ferenc József, az úgy dugta meg a, volt neki egy ilyen színésznő, hát, hogy mondjam, nője. Szépen mondtam. Édes. Úgy dugta meg a sötét szobába, a nő teljesen felöltözve, Ferenc József is, és a kard az oldalán volt, és a nő csak hátra előrehajolt, fölhajtotta a szoknyáját, az meg hátulra megafriktolta, aztán na akkor volt ez. Minden nagyon szép, minden nagyon jó, és mindenem meg vagyok elégedve. Ja. Vannak ezek az erotikus filmek, gyerekek, sokszor. Hát, biztos sokan letagadnátok, hogy néztek. De azt nem értem, hogy a szex közben a nőn minek van rajta a hegyes sarkú cipő, a krapekon, meg a sapka, meg a napszemüveg. És úgy répáznak. Na most. Látok, egy kis vizet tettem hozzá. Ugyanis ezt főzem. Most már. Teljesen megpuhítom. A Ferenc József családról én elég sokat olvastam annak idején. Oda. Piros, fekete, sárga panoptikum, ugye a Rudolf főherceg életét mutatta be. Ezt tudjuk, ki volt. Ferenc József fia, akit a szarajevói merénylet által feleségével együtt agyonlőttek, ugye a szerbek, és ebből indult el az első világháború végül is. Szóval most már nem kell olvasni, ugyanis rengeteg ilyen egyetemi tanár tartanak kurzusokat a YouTube-on. Kisfaludi György imádom, és történészek, és visszamennek egész időkbe. Most már ugye genetikailag is ugye visszamennek a magyarok őshazájába, és genetikai alapján ugye a sírokból, ugye a DNS, meg mit tudom én, megmondják, hogy honnan valók vagyunk, stb. Gyerekek, nagyon szeretem ezeket hallgatni. Nagyon szeretem. Na hát, én azt mondom, hogy ez így jó lesz. Így. Még egy pár perc, jó? Szóval, meg van ez a hangos könyvtár, gyerekek, marha jó, én imádom ezeket. Engem minden érdekel, minden téma. Történelemben, ez mindig is érdekelt. Ah, úgy döntöttem, hogy nem kísérletezek, ugyanis ezek karakteres fűszerek, és vannak olyan, amit én nem tennék bele a gomba közé, ugyanis én gomba ízt akarok. Na most tengeri só sziszalt módjával, mert elég erős só. Múltkor kerestem, hogy hol van a kóser szóm, kóser sóm. Hát, no, nem vettem. Ez magyar
magyar piros paprika. Ez még a Imikétől van. Jó, látjátok? A vizet kiengedte, kipárologtattam, és gyakorlatilag, hát most már ez nagyon igencsak, hogy krémszerű lett. Ráteszem a gombát most már. Só bors, fokhagyma, még kömény se, ide raktam, de még azt sem teszek rá. Nem. Mindjárt kicsit elengedi magát a gomba, elvtársak. Na hát szóval még egyszer visszamenve, mert már kalandoznak a gondolataim, mint tudjátok, a magas röptű sasmadár az égen. Szóval sokan érdekel, hogy Amerika, az amerikai életmód, életforma, igen, ez nagyon tetszetős, ugye, különösen itt Florida, Kalifornia, ahol jó az idő, de hogy mondjam, nincs jogom, és nem is akarom senkit lebeszélni. Mert nincs hozzá jogom, hát akkor azt mondja, hát passz meg, hát te nem akarod, hogy én ide jöjjek, te meg ott vagy. Akkor hogyan? Mi, akkor hol az igazság? Szóval nem mondom, hogy ne gyere ide. Sőt, sok sikert kívánok, mert az legalábbis a jelenlegi gazdasági helyzet, meg ami elmúlt, hát itt rendesen dolgozol, de azért kell azért kis extra is. Tehát ahogy megtakarított pénzed van, hát ha sok van, akkor jó, ha csak pár ezer dollárod van, azzal nem sokra mész, mert itt amerikai árakban kell gondolkodni, költségekbe. Azt a pár ezer dollárt, szóval itt kell megkeresni. Ha van ismerősöd, el tudja intézni, ad neked szállást, legálisan vízumot megkaptad, mindent, de csak legálisan. Legálisan, gyerekek, sokszor mondtam, ne gyertek utánam úgy, ne kövessétek, úgy mondom, az én példámat, mert vagy vérző orra mész vissza, de ahogy meg is tették sokan, vagy rábaszol. Nagy árat fizetsz, én nagyon megfizettem a családom. Kurva sokat dolgoztunk, rohadtul kihasználtak, és majdnem az életembe került. Sok stressz, mire legalizálás megtörtént. Na, úgyhogy nem akarom elijeszteni se, de azt sem mondom, hogy gyere, bazd meg itt, előbb. Mert hallottam olyat, hogy magyarázsz, hogy ki kell ide jönni, meg ez, nem kell félni semmitől. Na, jajajaj, nem szeretem ezt hallani. Jó, és akkor most már ennyi vizet ráteszek. Úgy. És egy olyan jó 10 percig fogom főzni, legalább. Szóval ennyit erről, gyerekek, érdeklődjetek. Nem tudom a jelenlegi törvényeket, ott a magyar nagykövetség. Csináltok végig a legális változatot, munkád legyen hova gyere, legyen aki fogad. Látjátok, mi a menekültek is, és hogy vannak. Ha nincs senki, akkor ott rohadsz a parkolóba. Ha van valakid, vagy is, akkor már befogadva, és akkor már könnyebb. Na hát ez így. Nekem ennyiből volt könnyebb, hogy itt volt a húgom, ugye. De még így is nehéz volt. Így is. Na ennyit. Én tegnap mondtam, hogy el kell menni. Most már végképp el kell menjek, úgyhogy majd Évi megjön, aztán elmegyünk. Még nem nincs olyan túl késő. Kell vegyek bateriket. Most mi az, ami történik? Ez egy bateri, ez megy bele a kamerába, látjátok? Így, ekkor az egész. És
Most nem tudom, mennyire fogja visszaadni a kamera. Várjál. Normál esetben ez sima. Most nézd meg. Most ilyen rádiusza van neki. Kipuposodik. Mint a macska, amikor beleszarik a szecskába. Így fölpuposkodik. És utána olyat csinál, hogy elpukkan. Nézd oda. Ott az a fehér rész, az így kinyílt. Na de hát ez kell egy, mit tudom, egy fél év. Ugye állandó töltés alatt vannak. Most ha így meg is fogom, érzem, hogy ilyen kis ovális. Ennek tök simának meg. És ilyenkor ugye felismerekszik, és a fogóval kellett kihúzzam a kamerából. Úgy beleragadt. Hát ez már nem akarok csúnya szavakat használni, mert már elég sok volt. Szóval ez mehet a... Hova? Hopps! Gajdeszba. Csak kell vegyek újakat. Jó, az elég is. Ez behabarom a... Kicsit a... Behabarom egy kicsit a gombát. Egy evőkanál lisztecske. Egy pici víz. Jó. Hát gyönyörűen kikeverjük. Ilyen tejfölös habarás. A habverővel jobb volna, igaz? Ti is azt mondjátok? Hát elkeverem ezt én így is. Gyerekek, a gombám kész van. Legalábbis. Na, nem jó így, csomós. A franc nye. Lusta vagyok kirakni ágyérba. Na, így jó. Így már jó. Yes. Oké. Okay. Erősítünk. És itt szépen behabarom vele egy ilyen tejfölös habarásra. Ilyen gyerekek, szalonnás. Egy evőkanál liszt. Évi azért nincs annyira oda. Majd ugyancsak a Gábornak lesz egy jó tanácsom, meg egy másik úr, aki beírta, hogy neki mindig kiszárad a csirkemell, hogy mit csináljon. Tudod mit? Ezt belevettem. Ha nagyon besűrűsödne, akkor legfeljebb higítok rajta, de... Ez elbírja bőven. Szeretem a jó tejfölösen. Pörkölteget szeretem. Kicsit a tejföltől olyan savanykás lesz. Na. Na most ehhez mi lesz? Lezárok. Kész. Nem akarom kicsapja. A liszt megföl benne. Mi lesz hozzá? Melegszik a víz. Só. Ez tengeri só. Nokedli illene hozzá. De most nem nokedlizok, hanem spenótos artisanal pasta. Egg noodles flavored with spinach. Tehát, hát a felét megfőzöm. Spenót ízű tészta, gyerekek. Bomba pörkötte. Na? Jól hangzik? Mit szóltok hozzá? Yes. Most az Évinek a rántott gombafejekhez kap egy ilyen. Köretnek.
Tehát ő fog kapni egy ilyen brokkli, sárgarépa, karfiol köretet, ez még egy kicsit fagyos, majd kis vajon vagy átlövöm, vagy csak megmikrózom egyszerűen, és a gombához, rántott gombához fog kapni, van itt ez a portobello mushroom sauce, tehát gombaszószt, ez is fagyasztva volt, amiben majd tudja ugye mártogatni a gombafejeket. Nem csinálok tartármártást, egyébként meg van itt még blue cheese is, blue cheese öntet, saláta öntet, abba is lehet, ki is teszem, semmi baj nem lesz, aztán kész, vagy esetleg ilyen sweet sour, ez is jó rá. Édes savanyú szóját évi nem eszik. Sesame oil, ez miért itt van, de itt van, de mindegy. Szóval, prézli, liszt, tojás. Húgom csinált gyerekek, van tiramisút. Hú, de jó volt. Aztán ott kint, ugye a porcson ott virágok közt. Kajáztuk, hú, tehát az annyira tömén, tele volt, jó, jó megcsinálta. A paraszt gyerek azt mondta. Jó, tele baszta túró. Hát ez is tele volt rakva habbal, gyerekek. Mert tényleg a legjobb tiramisú volt, amit valaha ettem életemben. Na, hát azok mi van ott? Tudjátok mi ez? Ez egy, mit használnád, hogy bank, árambank. Tehát 74-re már fel van töltődve, ezt a lányomtól kaptam. Az a lényege, hogy ugye mész, jössz, mész a telefonoddal, ugye előbb-utóbb lemerül. És hát mondjuk nekem van akkor, nekem én el vagyok látva, kocsiba is én tudom tölteni. De ha nincs mondjuk, és elmentek egy, mit tudom én, a Disneybe. Például, majd tervezzük, hogy megyünk, kell, vagy vegyek majd 10 baterit oda, meg ilyen memory kártyám van, 2, majd azt mocskosul le akarom filmezni, HD-be. És a lényeg, hogyha nem jutsz tört, ez most miért jutott megint eszembe? Hát a szegény menekültek, ugye, hogy nincs telefon töltési lehetőség, és akkor bum-bum-bum. Na most ez egy olyan dolog, ez föl van töltve 100-ra, ezt viszed magadda, ez. Szóval ez nem telefon, ugye, úgy néz ki hirtelen. És itt vannak az out, négy dolgot lehet rátenni, tölteni. Tehát 4 telefont mondjuk, vagy a kamerát, vagy éppen a baterit, bateritöltőt, bármit, ugye erről fel tudod tölteni. De rohadt sokáig tartsa az áramot. Úgyhogy most én töltöm 5 fel, és már 75-ön van. Csak marha jó. És akkor viszed magaddal, és nincs gond. Ugye, hát összedugod a 2-t, ugye a zsino, itt megvannak a mindenféle fajta telefonokhoz, és kész. Vagy pedig, ugye van ez a USB csatlakozó, berugod a kocsidba, és akkor tölti őt. Szóval, ahogy akarod, oda visszamegy. Na, jó dolog, ugye? Na, megsőtt a tészta. Igen. Jól néz ki, ugye? Hideg víz azonnal. Lehűtjük. Majd. Le kell cseréljem a fejtámaszomat, gyerekek, mert állandóan lecsúszik. Megvan már véve az új. Fejpánt. Kamerát, ami tartsa a fejemen, mert tudjátok, olyan beleizzadsz, és egy idő múlva csúszkál a fejeden. Ezt csak azt veszem észre, mint most is, hogy az előbb, hogy a hasamat filmezem. Jó, hát egy kis pink szaltot, hú, az sok, teszünk ide, mi a fenére, tojásra,
ez teljesen natur, a prézli. Mikor már kevés tojás van itthon, ugye van az a hosszú doboz, akkor így el szoktam vágni, és akkor így rakom vissza a hűtőbe, és akkor mindig látom, hogy mennyi van. Mert ha ugye hosszú a doboz, le van csukva, akkor azt hiszem, hogy mennyi tojás van, szóval jön a meglepetés, hogy kifogytál belőle. Úgyhogy most már ilyenkor tudom, hogy kell hozni frisset, vagyis hát újabb készletet. Bekészletezést. Na gyerekek, eszembe jutott egy sztori. Azt mondja, ez igaz volt, vagy nem, én nem tudom. Volt egy kovács mester, és hát elvált a feleségétől. Hát más baja nem lett, ugye? Elvált a feleségétől. Szóval ezeket egy kicsit be kell vizezzem. Nem fog rátapadni a liszt. Elvált a feleségétől, és akkor volt egy gyerekük, közös gyerek, és megálltam a sztorival, egy lecsúszott megint a kurva kamera, megint a hasamat mutatom, júj, ma lecserélem, rád kell rakjam a másik fejpántra, és melegen van, nem tudom jobban meghúzni, meg kitágult. Aztán a másik, hogy azon gondolkodom, hogy ha én most kiszedem ezt innen, így, megtöltsem valamivel, és úgy rántsam ki. Krémsajt, most nincs darált húsom felolvasztva. Hagyjuk, igaz? Maradjon a túl. Évi nem szereti, ha túl van cifrázva valami. Na mindegy, ez most már így marad. Tehát liszt. Na, folytatom tovább, amit elkezdtem. Szóval volt a mesterember, és akkor ugye volt neki egy inasa. Azt mondja neki, na Pista fiam, itt van ez a pénz, ugye, készpénz, és vidd el a volt feleségemhez, mert feleségemnek ad oda, és mondd meg, hogy kettő, négy, még egy, hogy ez volt az utolsó gyerektartás, mivel hogy a gyerek ugye betöltötte a 18 évet. És hát jó van. Szóval tudod, hol lakik, stb. És szóval is valamit üzen? Ja, igen, azt mondja, van egy üzenetem is. Azt mondja, hogy nincs tovább pénz, ez. És amikor ezt elmondtad neki, akkor nézd meg, hogy milyen pofát vág. Aztán majd mondd el, ha visszajöttél. Ez a büdös vén kurva. Na, jó van. Nem jó, gyerek. Ja. Mondom, hogy az asszonyhoz. Ja. Azt üzeni a mesterem, hogy ez az utolsó gyerektartás, és több pénz nincs. Ne, belenyúl. Nincs több pénz. Gyerek betöltötte, ugye ezért már nincs tovább joga, ugye. Meg hát teljesítette a kötelességet, 18 éven át fizetett, mint a görény. Azt mondja, és más nem üzent? De igen, mit? Hát, hogy akkor odaadom a utolsó pénzt, hogy nézzem meg azt, hogy maga milyen pofát meg. Azt mondja, hogy verje az anyjába. Ez mondta? Igen. Na fiam, akkor most menj vissza. És nekem is van egy üzenetem. Szóval mi az? Mondd meg neki, hogy a gyerek az nem tőle van. És nézd meg, hogy ő milyen pofát meg.
Na. Azt mondjátok, hogy adjam önmagam. Itt. Akkor kaptok egy kis ízelítőt most önmagamból. Viszont előtte megkérem a kedves szülőket, hogyha vannak a videó előtt, videó nézésekor kiskorú gyerekek, azt kérem, hogy most ne engedjétek. Ha úgy gondoljátok, akkor most ne nézzék, jó? Mert egy kicsit ilyen kis csipős, pikáns dolog jön. Tehát, jó, ez megtörtént, ugye én szóltam, és hát Jancsi, Juliska elhatározzák, hogy hát ugye, nagykorúak már fölnőttek, ugye, ki megserdültek, minden, és hát hallottak róla, hogy lehet fiú és a lány között, ugye van, szexelni lehet, és hát nem tudták, hogy hogy kell. No. Szóval tudod mit, Juliska? Menjünk ki a rétre, ott legelnek a tehenek. És ott szoktam látni, hogy a bika, hogy mit csinál, de hát szóval még úgy különösebben nem figyeltem meg. És gyere te is, hogy hát lássad te is, hogy mit kell csinálni. Jó, Juliska beleegyezik. Lemennek a rétre, látják, ott van a bika. Ugye ott a tehén, oda megy a bika hátulról, beszagol, tehén megáll, ugye, már mind a nőstény, a tehén, ugye megáll, a terpesz, stb. És hát a bika hátulról betámadja, fölvágja a fejét előtt, egy fölnéz az égre, ugye, föltartsa a fejét, prüszköl, stb. Aztán, hát végrehajtsa ugye a feladatát, a bika úr. Jó, ezt ők végig nézik, meg is jegyzik a dolgokat, hogy mit kell csináljanak. Na, eljön az este. Aztán, hát ott van egy nagy cseresznyefa, ugye már érett a cseresznye, oda mennek a cseresznyefa alá, és ha leáll, Juliska leáll, négy kézláb, ugye, ups, bugyi nincs rajta, semmi, gatya letolva Jancsinak, ugye oda megy hátulról, beszagol, ugye Juliskának, hát az nagyon élvezi a dolgot, aztán fölvágja a fejét, a Jancsi, ugye az ég felé, és úgy marad. Ja, és még egy dolog kimaradt. Tehát amikor a Juliska terpeszbe állt, akkor pisilt is a... Tehát amikor a tehén elfelejtettem, jaj, majdnem elrontottam a viccet, de még helyrehozom, jó? Tehát akkor még egyszer. Tehát amikor a... Ugye a bika odament a tehén mögé, ugye a tehén az széttette le, és pisált egy nagyot a tehén, elnézést. Pisált egy nagyot, és akkor jött az, hogy a bika odaszagolt, fölvágta a fejét, és ráugrott, azt adott neki. Na, hát ugyanez itt is megtörténik, ugye, és hát Juliska is ugye leáll, pisil, Jancsi szagol, ugrik, fölvágja a fejét, és úgy marad, megdermed. Aztán Juliska vár, várakozik, azt mondja, Jancsi, pisiltem. Jancsi meg sem mozdul. Megint hátul. Jancsi, szóval pisiltem. Azt mondja, fogsz te még fosni is? Ha apád lejön a fáról. Na most, ezt egyelőre berakom a hűtőbe. Fél öt van. Úgyhogy a vendégvára
Rántott gombára a vendég vár, nem a gomba vár a vendégre, igaz? Úgyhogy majd akkor lesz ütve, amikor már Évi itthon van. Nem is voltál? Kérem, Évi megjött, hogy? Nem is voltál boltba? Nem. Nem megyettem el, mert... Átaludtam a napot. Hőrékkeverős. Maximum és hát 10-15 perc. Kisütöm én mindet. Yes. Gyerekek, ez pillanatok alatt van kész. Megsül a krumpli, és aztán jönnek el. Kérem, tessék, fiatal asszonynak megtaláltam. Ja. Répa? Répu? Vigyázz, az lehet, hogy nagyon meleg. A blue cheese? Ja, itt van. Itt a blue cheese. Csak akarom, hogy tegyél rá. Elfogadható? Szép. Duplán paníroztam be, mert maradt tojás is, meg minden. Mondom, akkor legyen rajta. A gyerekek, ez ilyen lett. Hát, mondom, tetszett a felhozatal. Én emlékszem a komcsi időkben, ez a rántott gomba, az egy kuriózum volt. Emlékszel rá? Azért beültek meg a resztelt máj. Az emberek beültek a étterembe. Ugye a resztelt máj tenni meg rántott gombát. Szóval kapta 3 vagy 4 darabot. Jó, hát én ezt fogom kóstolni most. Ezt a... Meg rántott sajt. Gomba pörkölcs perótos tésztával. Jaj, de finom. Megkóstolod azért? Egy kicsit. Nem lesz érdébe. Nézd, milyen finom. Még a mi a fenét is érezni? Így nem, vegyél kicsit. Még a szalonnát is érezni. Ugye? Ja. Most ebből nem eszek. Nem, vigyázni kell. Vigyázz, ha hívja a kalóriákkal, azt mondja. De a kisüzöttem, úgyhogy hát ebből lehet vinni holnap is, munkába is. Tudom. A gyerekek, jó hosszú videó volt, ugye? Még lett volna egy ilyen pikáns viccem, de azt nem merem már elmesélni. Nem merem. Köszönöm, hogy végignéztétek. Kokó már megette az övét. Oh my god, nem. Ha? No. Nem kapott vacsorát, szegény kutya. Hát, hogy lehet? Jé, hát ő szokott az első lenni szegényke. Azért jött ez ide ennyire. El lett felejtve. Da. Eljük, bebe. Évi az etető. Hát most látszik, hogy... Túl éhes volt a Évi. Jó van. Rendben van hozva az olyan. Köszönöm, hogy végignéztétek. Köszönöm a sok beírást. Hálásan köszönöm. Majd, ha tudok, válaszolok.
Hamarosan jelentkezem újra, újabb kalandokkal, újabb videókkal. Tisztelettel, Jani bácsi Floridából. Bye-bye.